A tehetséggondozás a tananyagi és kutatásfejlesztés is szerepel abban a megállapodásban, amit a Joyson és a Miskolci Egyetem kötött. Egy korábbi együttműködésnek köszönhetően jelenleg csak nem 30-an tanulnak duális képzésben, és többen diákmunkán, nyári gyakorlaton is dolgoznak a cégnél, de akár a szakdolgozat megírásában is segítséget kapnak. Az együttműködéssel a Joyson vonzó autóipari életpályát kínál a kampuszon végző hallgatóknak. A Joyson célja, hogy szerepet vállaljon a miskolci szakképzésben és gyakorlati képzésben. It's a big step forward in the future. Ez egy újabb lépés a jövő felé. Mi hiszünk abban, hogy a hallgatók és az itt élő emberek jelentik a mi cégünk jövőjét. Ezzel a szerződéskötéssel még szorosabb lesz a már meglévő együttműködésünk, és még több kvalifikált, szakképzett munkaerő lesz a cégünknél és a városban, fogalmazott az ügyvezető. Az egyetem hallgatói közül csak nem 30-an jelenleg is lehetőséget látnak abban, hogy elméleti ismereteiket gyakorlati tudással párosítsák. Duális képzésben a Miskolci Egyetem 4 kara vesz részt. A jövőben az együttműködésünk szélesedni fog. Ezzel a mai szerződéssel egy keretet adunk az együttműködésnek, a hallgatói, oktatói oldal, hogyan, milyen konkrét témában fog együttműködni. Nagy büszkeség a Miskolci Egyetem számára, hogy a világ egyik élenjáró biztonsági rendezés egyáltó cégével köthettünk együttműködési megállapodást. A Miskolci Egyetem rektora és kancellárja írásban is megerősítették együttműködésüket a Joyson Kft-vel. A megállapodás egy meglévő partnerség megújítása, hiszen a cég már évek óta duális képzési partnere a Miskolci Egyetemnek. A Joyson segít számunkra, hogy tehetséggondozásba, fiatal értékes hallgatóinknak a megtartásába, idevonzásába, segít a tananyagfejlesztésbe, még inkább a vállalat, illetve a mai gazdasági, üzleti, piaci érának megfelelő tananyagok elkészítésébe, kutatásfejlesztésben működünk együtt, és ezen túl nem közös rendezvények, illetve a hallgatói rendezvények támogatásában is. A tehetséggondozás, a tananyag és kutatásfejlesztés is szerepel a Joyson és a Miskolci Egyetem között kötött megállapodásban.